Kródi Gyula 18 esztendős kamaszként indult el Nyíregyházáról 1896-ban, hogy meghódítsa a fővárost. Kudarcokkal és sikerekkel tarkított budapesti életének a keretei is nagyon vegyesek voltak. Élvezte a Margit sziget főúri eleganciáját, hogy végül hajótöröttként érjen partot Óbuda nyomorúságos végvidékén. Kródi Gyula élete és munkássága iránt már 12 éves kora óta érdeklődik a budapesti székhelyű Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum egyik múzeológusa, Sali Noémi, aki rendhagyó irodalomórán tartott előadást az író mozgalmas életéről. Gimnazista koromban kezdtem én Kródi iránt érdeklődni, amikor az első Szindbád novellákat, meg az első budapesti tárgyú írásait elkezdtem olvasni. Azt tudom, hogy már a harmadik, negyedik gimnazista koromban rajongva imádtam. Az egyetem alatt ez végig így maradt annyira, hogy belőle írtam a szakdolgozatomat is, és aztán hát utána csak az olvasás szintje maradt, akkor kutatóként nem foglalkoztam vele, de amikor a kávéház történettel kezdtem még irodalomtörténészként foglalkozni, akkor már megint visszatértem hozzá, és az ő budapesti írásaihoz. A rendhagyó irodalom órán Kródi Gyula életét és szerelmi történeteit ismerhette meg a közönség, úgy, ahogy a középiskolai tanórákon nem találkozhatnak a diákok a témával. Az író albérletein át kedvenc kávéházairól is képet kaptak az érdeklődők. Ő mindig igaz meséket mesél, még akkor is, amikor a múltba réved vissza a történelmi tárgyú regényeiben, még akkor is valahogy ilyen nagyon, nagyon hiteles tud maradni. A budapesti meg a nyírségi regényei vagy prózai, azok meg elképesztően hitelesek, miközben nagyon költőiek. És engem mindig nagyon érdekelt az ember, aki a szöveg mögött van, és most ezen az előadáson is erről meséltem, és ahogy elnéztem a hallgatóság arcát, szemét, úgy láttam, hogy ezek az életmesék azért őket is lekötik, és hogy ez érdekes, és én azt remélem, hogy mindenképpen befolyásolni fogja majd az olvasási kedvet. Az előadás széles korosztályt megszólított, a középiskolásoktól kezdve az idősebbek is figyelemmel hallgatták.